Győzelemmel szerette volna zárni az évet a Nyíregyháza Spartakusz, így Csákváron támadó szellemben lépett pályára Weber György együttese. Az első félidő derekától kiegyenlített lett a játék, de a kapuk nem forogtak veszélyben. A második játék részben egyértelmű mezőnyfölénybe kerültek a vendégek, akiknek több lehetőségük is volt a gólszerzésre, de mivel azok kimaradtak, a Spalinak meg kellett elégednie egy ponttal. A csapat dominált a mérkőzésen, egy irreális körülmények közt játszottunk, tehát az inkább annak a csapatnak kedvezett, amelyik nem akart többet, mint a döntetlen. Próbáltuk játszani a saját játékunkat, de hát majd egy nem lehetetlen volt. Ennek ellenére a második félidőben 300%-os lehetőségünk volt. Egyiket gólra kellett volna váltani, ez hiányzott ott, az egyéni jó döntés. Két centiken múlt mind a három helyzet, de kimaradt sajnos, úgyhogy innentől kezdve úgy gondolom csak magunkat okolhatjuk, mert benne lett volna a győzelem. De hangsúlyozom, az akarattal, a hozzáállással semmi baj nem volt, mindenki kihozta a maximumot ebből. Mondom, egy klasszis kellett volna, egy klasszis megoldás, sajnos nem sikerült, úgyhogy egy ponttal zártunk. A Nyíregyháza Spartakusz 29 ponttal a tabella 10. helyén tölti a téli szünetet, 9 pont hátrányban a feljutó helyen álló második Soroksártól. A vezetőedző szerint nem várható jelentős változás a játékos keretben. Konkrétan eddig, ami papírral vetettem, 4 játékos neve szerepel, akit kérnék majd a vezetőktől, szerezzünk meg. Nem tudom, hogy sikerül-e, vagy van-e rá lehetőség. Szintén egy 4 távozó lehet számítani, tehát olyan borzasztó nagy mozgás nem, és ezen kívül mindig nyitva marad egy kis kapu, mert nagyon hosszú, attól függetlenül a téli szünet, mindig történhet olyan, érkezhet olyan ajánlat, vagy olyan játékos, akire szükségünk lehet. Fenekestől nem kell felforgatni a keretet, úgy gondolom, hogy azok a átigazolások, amit én szeretném, hogy nyélbe ütetnének, akkor azzal megerősödve tudnánk a céljaink felé haladni. A nyíregyházi játékosok január 4-én kezdik el a felkészülést. A programban a hazai edzőmeccsek mellett 2 edzőtábor is szerepel, a csapat január elején 1 hétre, február elején pedig 10 napra utazik Törökországba.